Új edző Falcsik Miklós irányításával kezdte el a felkészülés nyáron a Mátészalkai csapat. A játékos mozgás minimális volt, igaz, a pályafutását befejező korábbi játékos edző Vakarcs Krisztina hiánya jelentős érvágásnak számított. Két új kézilabdázó érkezett az MMTK-hoz, amely az első három hely valamelyikének megszerzését tűzte ki célként. Az ősz végül felemásra sikeredett. Az első öt meccsét megnyerte a Mátészalka, a folytatásban viszont már csak egy pontot sikerült hozzátenni az addig megszerzett tízhez, így a téli szünetet a középmezőnyben tölti Kis Brigittáék. A bajnokság kezdetekor azért zsinórba lehoztuk azokat a mérkőzéseket, amelyek egyébként is tervezve voltak. 11 mérkőzést játszottunk, 11 pontot gyűjtöttünk. Ez azt jelenti, hogy lefordítva, hogy van 5 győzelmünk és 5 vereségünk és egy döntetlen. Amikor a döntetlent elértük, azt gondolom, akkor fordult át, és a bajnokság második felére a döntetlen elérése előtti időszakban megsérült a beállósunk. Ez a beállós, akinek a védekezés tengelyében ugye egy meghatározó szerepet szánt az edző, így aztán strukturálisan át kellett alakítani a csapatot, és az sem elhanyagolható, és a szakmai kiegészítéshez hozzátartozik, hogy a bajnokság második felében gyakorlatilag az erősebb csapatokkal kellett nekünk megküzdeni. Ezek közül is nagyon sokkal inkább idegenben játszottunk, és gyakorlatilag a bajnokság végére elfogytunk, hiszen sérülés hullám ért el a csapatot. Az északkeleti csoport mezőnye meglehetősen kiegyensúlyozott, így egy győzelemmel vagy vereséggel akár több helyet is lehet előre, illetve hátralépni a tabellán. Mátészalkán abban bíznak, hogy a bajnokság második felében kiegyenesedik a csapat. A korábbi évek stabilitása most megbomlott, annak ellenére, hogy egy nagyon jó kezdés volt. Hála jó Istennek most azt mondom, hogy a bajnokság ugye szünetel, hiszen a tavaszi fordulók majd csak február közepétől fognak elkezdődni, úgyhogy lesz egy bő hónapja az edzőnek kitalálni azt, hogy a sérültjeink milyen ütemben épülnek fel, és tudja beépíteni, és tudják elkezdeni a felkészülést, vagy ha kell, akkor új igazolásokkal megpróbáljuk ezt pótolni, mert ez most az északkeleti régióban, az NB2-es női mezőny, ez egy borzasztó kiegyensúlyozó erős mezőny. A 12 csapatból legalább 8 csapat az, aki azt mondom, hogy bár az összetétel alapján és a technikai tudása, a játék erőképviselet alapján bármikor a dobogóra kerülhet. A felkészülés január elején kezdődik Mátészalkán, az új év első bajnoki meccsét pedig február 9-én Miskolcon a Sereghajtó Szepa KS otthonában játsz a Falcsik Miklós együttese.